Motul, a kenőanyagok szakértője, 1853 óta. Az erőmérő helyszínét a Modified Performance Center biztosítja. Ezt az autót hoztuk el nektek mára, egy Toyota Celica GT4 ST205, és ez a homologizációs modell, tehát minden olyan tudsz benne van, ami akkor az A csoportos versenyzés korában szükséges volt ahhoz, hogy egy autó igazán versenyképes legyen. Akkor mentek ugye a Lancia-k, a Subaru-k, Mitsubishi-k, igen éles küzdelem volt, és még persze a Mazda is ott volt, és erre ez volt a válasz a Toyotától. A motortérrel érdemes belenéznünk. Már ez a sok nyílás is nagyon beszédes. Ugye egyrészt itt tud távozni a meleg levegő, itt tud bejutni a motorhoz hűtőlevegő, és még az oldalán is marad két hely arra, hogy kijöjjön a nagyon meleg levegő, hiszen komoly igénybevétel van. Motor érdekessége az, hogy vizes intercoolere van. Ez akkoriban nem volt igazán szokásos. Nagyon kompakt, kisméretű, és a turbófeltöltő és a motor szívónyílása között, ami jellemzően hogy a motor két oldalán van, nagyon kicsi távolságon megoldható a hűtés, és természetesen ez a víz, ami ebben a hűtő közeg, az persze kijön az autó elejére, és ott a menetszél hűti azt a folyadékot. Vizet mondok, de természetesen ez folyadék. Rengeteg más érdekesség van ebben az autóban. A homologizációs lapon megnéztem, hogy 1200 kiló a tömege ennek az autónak. Gondolom abban van egy kis, hogy is mondjam, biztonsági tartalék, mert azért annyi minden mechanika van benne, hogy én egy kicsit többre tippelem, de majd megtudjuk a tulajtól. Van benne nagyon sok előkészítés, ami csak azért van, hogy az A csoportban versenyezhessen. Egy nagyon érdekes első futóműve van, Super Strut Suspension, ami bámulatos ötlet egy olyan feltétellel, hogy az eredeti normál megfelelzőn bekötési pontokra illeszkedjen, de annál többet tudjon, több dőlést adjon a kerekeknek. Szóval ez az autó, ami 2500 példányban készült a homologizációs követelményekhez, és most nekünk itt van ma egy. Ez az autó, az eredetileg jobbkormányos verzióból egy balkormányosított darab, és nemrég került a tulajdonoshoz. Úgyhogy azt gondolom, hallgassuk meg először a hangját, majd menjünk egy próbakörre. Alapvetően nem tetszett az autó, nem Subaruba voltam beleszeretve. Aha. És aztán addig-addig járkált vele, hogy baromira megtetszett, és elkezdtem rágni évekig a fülét, hogy adja el nekem. De ő évekig egy ilyen homologizációs modellel járt az utcán? Ő próbarendszámmal, amikor kedve volt hozzá, akkor rárakta. És akkor milyen kormányos volt? Akkor még ez jobb kormányos volt, mert ez egy japán belpiacos jármű volt, vagy még mindig az, és akkor még azzal jobb kormányosan ment, aztán egyre jobban megtetszett, és akkor ráállt nagy nehezen, hogy eladja. Aztán akkor meg... Hú, hát akkor itt is van cirkusz, azért egy kis hangokat lehet hallani. Az van, abszolút. És minden széria benne, egyedül a légszűrő az, ami direkt légszűrő van benne. És hát, hogy a visszavezetés közel van hozzá, azért halljuk kifelé. Igen. Tehát akkor ez a 255 lovas alap? Ez a 255 lóerős, igen. A japán belpiacos az erősebb 10 lóerővel, mint az európai modell. És még ott tartunk nagyjából? Hát, nagy nehezen meglett a teljes turbónyomás, mert az nem volt meg sokáig. Aztán most az sikerült még egy picit följebb. Másodikban sokkal élvezetesebb a nyugodtan. És hát most úgy mérések szerint ilyen 1,2-1,25-öt tölt a gyári egy pár helyett. Ez
látom is, van itt egy műszer a kezedben, van, itt a van, lábtérben. Van. Ezzel próbáltátok megnézni, hogy mikor mi fúj le? Igen, igen, meg beállítani úgy, hogy amikor a... Ugye ki van belőle szedve az elektronikus leszabályzás. Aha. És csak a MAP-szenzor tudja beverni a fejét, amikor már kicsit túl van feszítve a turbonyomás. De az azt jelenti, hogy akkor gyári elektronikája van? Abszolút gyári elektronikája van. Szinte minden gyári az autóban. A motor, váltó, hajtás teljes mértékben. Te alakítottad át? Nem én effektíven, de egy jelentős részét, az utómunkákat már én csináltam, igen. Azt egy Toyota Service alakította át. Meghagyták a lehetőséget arra, hogy megismerjem igen-igen jól ezt a típust, mind elektromosan, mind mechanikailag. Annyi hiba volt talán, amit, vagy annyit szeretné volna szépíteni, fejleszteni rajta? Üzembiztossá tenni, meg alapvetően azt meg kellett értsem, hogy nagyjából tudom azt az összeget, amire ezt ők átalakították, mert akkor éppen nem nálam volt az autó. És nem tudom őket hibáztatni, hogy azért az összegért az a munka fért bele. Világos. És akkor utána még maradt rengeteg, hát szívókábelköteggel volt összerakva, akkor az, hogy egyáltalán az az óracsoport vissza tudjon kerülni, ami az eredeti. Az eredeti? Ahhoz kiterítettük a jobb kormányos kábelköteget, a turbos kábelköteget, hozzá mellé a bal kormányos szívókábelköteget, amik ellenek szállak kihúzgálva, csatlakozóból kipinálni. Ajaj. És akkor úgy visszadugdosni. Ebben mentek az órák, a munkaórák? Több száz. Tehát itt súlyos száz órákban mérhető az a munka óra, ahogy ez az autó most egyáltalán kinéz. És akkor ez... Mesélted nekem, hogy ugye próbáltuk már ezt hónapok óta összehozni. Igen. Mondtad, hogy ennek most van egy küldetése, majd azután szeretné jönni. Mi, hova is akartál elmenni? Igen, hát a Nürburgring Nordschleife-ra mentünk ki, vagy húztuk ki végül traileren. Igen. Én oda mentem ki amúgy is, és mert ott volt egy élményautózás nekem ott befizetve, és akkor már, ha van egy ilyen autó, akkor már azt akkor ezzel. Akkor ezzel is körbe mentünk ott három kört, és nem pályarekordot akartunk futni, csak az élmény legyen meg, hogy ezzel ott végig menni. Aha. Hogy milyen érzés egy ilyen korabeli régi autóval ott végig menni azon a régi, de nagyon-nagyon kultikus pályán. Akkor a matrica az itt nem a szokásos, fölrakok egy Nürburgring matricát, hanem valóban végigment. Ez valóban végigment. Na és hány kört mentél, mennyit bírt? Három kört mentünk vele, igazából hárman voltunk, a fiam meg a barátja, és ők is vezettek egy-egy kört, gyakorlatilag hiba nélkül teljesítette az autó, nem tényleg egy nyikkanás, se vízőfok, semmi nem. Mértél-e időt? Dehogy is, nem azért. Nem azért. Nem, csak nem, hogy menjél. Csak az élmény meg legyen meg az, hogy körbe mentünk rajta. Nem. Nem. Oké. Okay. Na nézzük meg akkor innen egy 1005. A féken, hogy az egy Nordschleife, azért hogy kell a fék. Igen. Meg ezek az utcai betétek, azokat nem voltak annyira acélosak. Megint ugye milyen gumid is van. Hát próbáltam viszonylag jót venni rá, lehet, hogy az is. Ha nincs jó gumid, meg esetleg vízes az út, akkor soha nem fogy el a fék. Nagyon-nagyon picit esett csak az eső, de akkor is akkor a ringtaxizás ment. Az tanulságos volt. És még rendes egyenes fogazású hátra mehet. Igen. Az is lesz benne elvileg egy egyenes fogazású váltó.
motor, azt mondtad, ugye a jelentkezésben is azt láttam, és már hónapok óta próbáljuk szervezni, hogy az nagyjából széria. Az teljes mértékben. Én úgy tudom, hogy a motor az teljes mértékben bontatlan, a váltó is eredeti, minden áttétel minden eredeti benne. Annyit csináltunk, hogy egy jó minőségű sport vezérlést kapott, valami jó szíjat, és ennyi lett benne kicserélve, olyan jó gyertya, jó olaj. És akkor kicsit a kipufogó más, kicsit a szívó rész, apróságokba. Igen, le lett kerámiázva a kipufogó el. Tehát, amihez hozzányúltam, az minden akkor már fel lett újítva. Hiába volt jó a turbó, nem ette az olajat, de attól még elvittem felújítani, meg akkor, ha már kerámiáztatom a leömlőt, akkor már a turbóház is bizony. És akkor onnantól beindult egy óriás. Jó, de valahol megálltál, úgy látom, hiszen mondjuk így kész van az autó, tehát használatban fogtad. Kész, abszolút kész. Mire számítasz a mérést során? Hát ez papír szerint 255 lóerős. Egy volt 94-ben. 94-ben, így igaz, megmértem mondjuk a kompressziót a motorba, az gyakorlatilag ilyen 1/10-15 század báron belül tök egyforma mind a négy hengerbe. Egy picit feljebb van emelve a turbónyomás, de tényleg csak egy kicsit. Gyári motorvezérlő? Gyári motorvezérlő, abszolút. Na akkor, gyári benne. Mondj egy számot. Na, 270-et mondok. 270-et. A nyomaték az érződik, hogy megvan, meg azért pörög is, és olyan, mintha ilyen 4500-5000 környékén úgy elindulna. Igen, ott még pluszban. Gebbe is egy twin scroll turbója, igen. Van, kettős beömlésű. Igen. Azt mondod, hogy 270? Igen. 70. Igen. Hát nehéz becsülni, ugye már szedtél belőle ki kilót, tehát az, hogy megy, az megtévesztő lehet, mert mégiscsak egy könnyebb autó. Én bízok a te tippedben, jó? Úgyhogy egyel többet mondok, mint amit te mondanál, hát a drukkolok az autónak, hogy jó. Több legyen. Úgyhogy pörgessük meg ezt a homologizációs modellt, amiből tényleg nagyon kevés van a világon. Egyike most itt, a Modified Performance Center padján. Tamás, azt áruld el, hogy az a okos szűkítő benne van-e? Emlékszel, miről van szó? Már emlékszem. Szűkíteni nem szűkítünk, de az okos turbo nyomás szabályzás az benne van. Amire én azt gondolok, ennek van mérésbe látható eredménye. Van. Megerősítem, hogy van, de ezt a turbo szűkítőt érdemes megemlíteni, mert talán a motorsport történelem egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb trükkje, csalása volt, amit kitaláltak ezek a Toyota motorsportosok annak idején, hogy elcsúsztatva ezt a szűkítőt, kívülről, tehát kerületről plusz levegőt tudtak még a motorba adni, és egy pár lóerőt nyertek. Hát ott nem kívülről kapott levegőt, hanem ugyanúgy a légszűrőn keresztül kapta a levegőt, csak meg tudta kerülni a szűkítőt. A szűkítőt úgy gondolom annak a külső átmérőjén. A bilincseket húzták össze nagyon, ami a szűkítőt közrefogta, és azt tudta elnyomni az egész szűkítőt. Én azt gondolom, hogy ez ami kiderült legnagyobb túlpisság. Van benne valami. Én azt gondolom, hogy mai napig léteznek. Nyilván. Ez egy verseny. Ki az okosabb, ki itt tud leellenőrizni. Szóval ebben nincs olyan. Ebben nincs. Vagy mi nem jöttünk rá. Minden szűkítő ki van szedve belőle, ami folytást jelent. Látszik a nyomás, elmondom neked. Még azért most tudjuk tisztázni, hogy eladó az autó, vagy nem. Megtetszett ez is, de nyilván úgy látom erős a kötődés. Szóval, ott tartunk, hogy elkezdeném a nyomatékkal. A nyomaték az 315 Nm, ami én azt gondolom, hogy egész jó, az a nyomás növelés, ez látszik. Viszont amit menet közben is lehetett érezni, és itt aztán elő is jött, negyedik fokozatban mértünk, ezért elég hosszú volt a mérés, hogy a nyomaték csúcs az
5000-es fordulatszámon van. És látszik is, hogy fölmegy a nyomásmérő, majd pedig még egy lehelletnyi tud tovább menni, és akkor van ez, ami alul 3500-tól elindul, ezt érezzük, és még ott van 5000-nél egy csúcspont, amit utána megint szépen megtartja a nyomatékot. Ez a nyomaték. És van egy teljesítményünk. Mit tippeltél? 270-et. 270-et. Nos, 258 lóerő lett. Tehát a gyári fölött vagyunk, és itt is az látszik, hogy alul a nyomatékok azok megvannak, de annyira magasan ébred az a csúcs is, hogy utána már nincs meg az a tovább emelkedés. Tehát ott egy szép stagnáló rész van, ahol még talán kellene egy kicsi púpnak, csúcsnak lenni, és ez is mondjuk ez 6350-nél ébredt, tehát nem rossz helyen, csak ott nagyon-nagyon belaposul a görbe. Tehát 258 Newton? 258 lóerő. Meg akartalak viccelni egy kisebb értékkel, de hát ennyi. Másodikra mértünk, itt is a másodikra magasabb értéket kaptunk. Ez volt a jobbik adat. Úgyhogy ezzel ide tudjuk helyezni ezt a gyöngyszemet a második helyre. 258 lóerővel. Én ezzel nagyon boldog vagyok, mert amit a gyorsuláskor érzünk, azt a nyomaték adja. Az meg megvan. Igen. Úgyhogy, ha meglátod majd ezt a görbét, neked ehhez jó szemed van, akkor tudod azt, hogy melyik irányba lehet tovább menni. Óriási munkával. 3 lóerőt sikerült. Nem biztos, hogy annyi volt az előtte. Igen. Tehát azt előtte-utána mérés mindenképp kell. Akkor igen, mondhatjuk igen, ezt. Igen. Most itt tartunk. 258 lóerő. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elhoztad, és valószínűleg talán a Nürburgring matrica mellé egy erőmérő, megmérve matricát is átadnék, és ha kedved van, akkor nyugodtan rakd föl. Csak olyan kerül rá, amin részt vett. Ami megtörtént. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ott lesz a helye. Nagyon jó. Megmértük ezt a gyönyörű szép autót is, és ha tetszett ez az epizód, vagy bármelyik korábbi, akkor kérlek iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, nyomjátok meg az értesítési gombot, az mindannyiunknak jó, és várjátok a következő izgalmas részeket. Sziasztok!